közelebb. A Corvinus hallgatói támogatás, pszichológiai, karrier és tanulás témájú podcast sorozata. Epizódjaink a Közgazdász Online hallgatói magazinnal együttműködésben készülnek. Peter Levine traumakutató szerint a trauma nem csak hogy feldolgozható, hanem megfelelő útmutatás és segítség mellett átalakító erejű is lehet. A Közelebb Podcast mostani epizódjában a trauma mint pszichológiai jelenség köznapi értelmű használatán túl beszélgetünk annak hatásáról, kezelési módjáról, a lehetséges kiutakról. Szakértőnk a Trauma Központ klinikai szakpszichológusa Gerlinger Lilla. Műsorvezető Palkovics Nóra, a hallgatói támogatás pszichológusa. Ha megengeded, akkor azzal kezdenénk, hogy mi ez a Trauma Központ? A Trauma Központ egy olyan rendelő, egy non-profit szervezet részeként működő rendelő, ahol súlyos traumán valamilyen erőszakos vagy egyéb módon traumatizáló eseményen keresztül átesett embereknek a terápiáit csináljuk. Ezen kívül a Trauma Központ szervez képzéseket is szakembereknek is, meg a téma iránt érdeklődőknek is, azzal kapcsolatban, hogy mi is az a trauma, hogy jelennek meg a traumatizáltságnak a tünetei különböző élethelyzetekben, vagy különböző területeken az életben, és akkor ezeket ilyen úgynevezett traumatudatos képzésen belül oktatjuk. A terápiákat, amiket csinálunk, azokat pedig támogatott formában csináljuk, ami azt jelenti, hogy nem kell teljes árat fizetnie annak, aki ezt nem tudja megengedni magának. Tehát például mondjuk a vállalatokkal, cégekkel, illetve bármilyen traumaközpontot támogató szervezetekkel vagy egyénekkel folytatott munka, az aztán később visszafordul így anyagi szempontból az egyének terápiájába. Tehát ettől is non-profit. A Trauma Központ víziója, hogy Magyarország egy olyan hely, ahol a pszichológiai segítség nem kiváltság, és mindenki, akinek szüksége van, hozzáfér a megfelelő ellátáshoz, szociális háttértől és az állami ellátórendszer kapacitásaitól függetlenül. Már is mondtál olyan szavakat, amire mindenképpen ki szeretnénk térni. Gyakran előfordul a tanácsadásokon, vagy pszichoedukatív beszélgetéseken ez traumatizáló volt, vagy az én traumáim, hogy úgy gyakran beszélgetünk erről, hogy a közös traumáink. Tudsz ebben nekünk egy kicsit segíteni szakemberként, hogy mit jelent az, hogy trauma tulajdonképpen, mikor erről beszélünk? Igen, ez a szó most nagyon bejött szerintem, tehát valahogy úgy egy ilyen kibővült jelentéstartalommal is bír, és minden időszaknak megvannak szerintem ezek a szakmai téren használt, vagy onnan átvett szavai, amik valahogy így a köztudatban, a konyhapszichológiában, meg így a köztudatban, a mindennapi nyelvezetben is így a keret vernek, és úgy előszeretettel szeretjük őket használni. Ez nem baj egyébként szerintem, hogy ezek a kifejezések így egyre inkább közkézen tudnak forogni, de érdemes azért minden ilyen kifejezésnél, ugye korábban ilyen volt mondjuk szerintem a depisnek levés, ami így a depressziós tüneteket foglalná össze, hogy valahogy ezeknek a kifejezéseknek a gyökeréhez elmenni, hogy honnan ered. A traumát azt azért is lehet szerintem ennyire gyakran használni a mindennapi beszélgetésekben, mert az, hogy mit traumatizál, az nem egy ilyen teljesen objektív módon meghatározott dolog. Tehát traumának nevezünk olyan eseményeket, amik ilyen lefegyverezetten találják el az egyént, tehát hogy valahogy olyan módon érintik az illetőt, hogy azzal szemben nincsenek megfelelő eszközei a megküzdésre. Mert egy olyan erős hatás lélektanilag is, meg hát nagyon sok esetben fizikai vagy testi értelemben is, olyan
hatást jelöl, amivel szemben nem vagyunk felkészültek, nem tudunk vele megküzdeni, és nagyon sok esetben az életünket fenyegeti. Ott abban a pillanatban, lehet, hogy utólag, mit tudom én, kiderül, hogy nem volt életet fenyegető, de ott abban a pillanatban az ember azt éli át, hogy ez egy nagyon fenyegető dolog, amivel szemben nincsenek eszközei. Tehát sem elfutni nem tud, sem megküzdeni nem tud vele. Nagyon gyakori ilyen helyzetekben az a reakció, hogy akkor ehelyett így lefagy. Tehát belül ez élettani szempontból egy ugyanolyan felfokozott állapotot jelent, mint hogyha nekiállnánk küzdeni, vagy el kellene rohannunk a helyzetből, csak mivel egyiket se tudjuk megtenni, ezért van egy ilyen kettősség ebben, hogy belül így zakatolunk, kívül meg egy ilyen lemerevedett állapotba tudunk kerülni, ez elég gyakori mondjuk. Szóval, hogy lefegyverezetten érik az egyént, ez egy ilyen szubjektív élménynek is tűnik, azaz, hogy ki mikor számít lefegyverezetnek, vagy mi lehet... Pontosan. Mi lehet ilyen hatás, azt gondolom egyénenként eltérő, hogyan tudunk mégis valami fajta csoportosítást tenni, vagy hogy gondolkodtok erről? Mi lehet ilyen? Igen, ezek tényleg valahogy az egyén élettörténetéből, meg ilyen személyes megküzdési képességei mentén is dől el, ez szerintem, hogy mi válik traumává, illetve az sem mindegy, hogy milyen életkorban mi éri az illetőt. Most klasszikus értelemben vehetjük traumának a különböző baleseteket, természeti katasztrófákat, valamilyen egyszeri, jelentős, életet fenyegető eseményeket, illetve vehetünk traumának különböző erőszakos cselekményeket, ennek az áldozatává válást, illetve azt is, hogyha mondjuk valamilyen nagyon közeli hozzátartozónkat ér egy súlyos esemény. Most ilyenekre gondolok, hogy nemi erőszak, gyilkossági kísérlet, valamilyen életet fenyegető, ezek ilyen elég nagy és markáns traumák, szexuális visszaélés. Ezek mind elég markánsak, és akkor ehhez képest vannak azért talán kisebb traumák, vagy olyanok, amik attól traumatizálnak, hogy mondjuk hosszan, vagy ismétlődő módon vannak jelen az ember életében, akár mondjuk gyerekként sok olyan helyzetbe kerül, vagy vesz részt mondjuk családon belül gyakori veszekedések, akár egy alkoholista családtagnak a jelenléte és az ő viselkedéséből fakadó terhek, amik mondjuk a gyerekként érik az illetőt, ezek mind olyan dolgok, amik nem egymagában, hanem valahogy itt sorozatban traumatizál, tehát hagy egy olyan állapotba bennünket, amivel szemben így nincsenek eszközeink. És talán az nagyon lényeges még a traumában, hogy mitől lesz valami traumatizáló, mert miért van az, hogy mondjuk több ugyanazzal az emberrel, vagy több emberrel történik ugyanaz az esemény, de az egyik azt valahogy jelentőségtelinek fogja érezni a saját életében, más meg mondjuk kevésbé fogja azt jelentősnek érezni, vagy azt mondja, hogy jelentős, de úgy megküzd vele. Hogy ezért ez attól is függ szerintem, hogy ott és akkor abban a helyzetben, amikor valamilyen traumatikus esemény ér bennünket, akkor mennyire van segítségünk, vagy mondjuk közvetlen az eseményt követően, vagy ahhoz kapcsolódóan mennyire tudunk segítséget kérni, vannak-e tanúk. Tehát valahogy az egyedülmaradás, az, hogy azzal, ami velem történt, azzal totál egyedül vagyok, és vagy nem tud róla más, vagy tudnak róla, az talán még nehezebb, tudnak róla, és érintetlenül hagyja a környezetet, vagy látszólag úgy tűnik, hogy ezzel a környezet egyetértésben van, ugye, ha nem lép közbe, akkor ez önmagába tud nagyon, nagyon fájdalmas, meg egy ilyen elmélyítő módon még közreműködni ebben a helyzetben. Engem nagyon foglalkoztat ennek kapcsán egyébként, hogy titok, az hogyan kapcsolódik a traumához?
Igen, hát a titok az egy nagyon fontos faktor, mondjuk szerintem az első dolog, amire erről így emberek asszociálni szoktak, az mondjuk valamilyen szexuális bántalmazásnak a titokban tartása, mert alapvetően kapcsolódik hozzá valamiféle szégyenérzet. Tehát a titkot azt megelőzi a szégyen érzete, hiszen ha nem kapcsolódna ehhez valamilyen szégyen érzet, akkor lehet, hogy nem is feltétlenül akarná ezt az illető titokban tartani. Úgyhogy ez így kapcsolódik, a szégyen az pedig tulajdonképpen, hát hogyha két ember között zajló dologról beszélünk, hogyha egyik ember árt a másiknak, bántalmazza őt, akkor igazából az ő szégyene az, ami történik, de mégis valahogy az áldozat kezdi el áldozat vagy túlélő kezdi el ezt érezni, mint hogyha neki kellene ezt az egészet óvnia és titokban tartania, mert ő szégyelli magát az elkövető helyett. Akkor gondolom, egy ilyen terápiás munka során az is egy elég fontos dolog, hogy eljussunk odáig, hogy tudunk arról beszélni. Igen, a terápiás munka során szerintem alapvetően fontos odáig tudni eljutni, ezt most persze így lehet kimondani, és akkor mindenki érteni fogja, de nagyon más ezt terápiában átélni és érezni, és eljutni közösen odáig, hogy nem az abnormális vagy furcsa, ami mondjuk valakivel történik egy traumás eseményt követően, hanem az az abnormális, ami vele történt. Tehát annak nem lett volna szabad megtörténnie, hogy bántják, hogy megtámadják, hogy valamilyen véletlen balesetnek az áldozata. Az a kiemelkedő és felfoghatatlan, vagy nehezen emészthető, nem átlagos, nem mindennapi, hát az ilyen erőszakok esetében pedig nem megengedett esemény, míg az ő reakciója, az, amit ő abnormálisnak ítél mondjuk, egy traumát követően azért lehetnek az embereknek akár eltolva is sokkal később különböző pszichés tünetei, reakciói arra, ami történt, hát az tulajdonképpen a normális következménye annak, hogy valami nem normális dolog történt vele. Ezek mennyire maradnak testi szinten, vagy lesznek tudatosak mondjuk ezek a tünetek, emlékek? Hát ez nagyon függ szerintem attól, hogy kit mi ért, és az mikor érte őt. Ugye a traumatizációhoz nagyon sokszor kapcsolódik egy ilyen lefagyás élmény. Hogyha ebben a lefagyás élményben vagyunk, akkor az érzelmeink, meg a testi érzeteink, azok képesek így külön válni egymástól. Ez tulajdonképpen egy pszichológiai védekezési forma, és az egyén képessége arra, hogy valamilyen módon mégiscsak megvédje önmagát, a belső önmagát, hogy lehet, hogy bár a testét valamilyen trauma éri, vagy valamilyen bántás éri, azért az ő lelke, vagy ilyen belső énje, az mégis valamilyen védelmet kapjon. És ennél fogva aztán nem biztos, hogy az illető emlékszik arra például, hogy mi történt vele. Így aztán a reakciói arra, ami történt, lehet, hogy csak sokkal később, vagy nem összekapcsolható módon jelennek meg azzal, ami történt vele. Tehát nem feltétlenül tudja, hogy az, ahogyan érzi magát, az miért van. Vagy pedig csak évekkel később kezd el bizonyos tüneteket tapasztalni saját magán. De hogy egy kicsit pontosítsak, szóval ezek nem feltétlenül csak egy eseményhez is kötődhet, mondjuk valaki gyerekkorában bántalmaztak szexuálisan, és éveken keresztül nem emlékszik rá, ilyen is előfordulhat, olyan is előfordulhat, hogy emlékszik ugyan valamennyire, de úgy igyekszik nagyon kizárni azt a tudatából. És hogyha valamit nem idézünk föl sokszor gyakran, akkor azt lehet is, ha tudatosan nem idézzük föl sokszor, akkor azt ki is lehet valamennyire zárni.
Viszont, hogyha a traumának az lehet egy tünete is, hogy ez akaratlanul mondjuk bebetör ilyen különböző úgynevezett flashbackek formájában. Hát ilyenkor szoktak mondjuk emberek terápiába jönni, mert akkor az már zavaróvá válik, de ez hosszú időn keresztül tud lappangani. Én azt tapasztalom a mindennapi munkám során, hogy vannak olyan események, amikről én nem is gondoljuk, hogy traumatizáló lehet, és elkerülném azt, hogy mindenre ráfogjuk, hogy traumatizáló, és megfeledkezzünk a saját ellenálló képességünkről. De neked mi jut arról eszedbe, hogyha úgymond ilyen mindennapi, hétköznapi események között keresgélünk a traumatizáló? Sőt, keresgéljünk mindennapi események között, mert szerintem ez az, ami talán még több embert, vagy egy szélesebb populációt érint, hiszen szerintem mindenki életében lehetnek traumák, nem kell ahhoz valamilyen extrém dologra, bűncselekményre, vagy extrém balesetre gondolni, hanem lehet az is trauma például, ami nem velünk közvetlenül történik, hanem mondjuk annak mi tanúi vagyunk egy nagyon közeli barátnak, vagy egy nagyon közeli hozzátartozónak az életébe bekövetkező valamilyen súlyos esemény, vagy őt súlyosan érintő esemény, és inkább ez a fontos, hogy vagy a mi életünkben bennünket súlyosan érintő esemény, amivel valahogy egyedül maradunk. Tehát ez sokszor olyasmi is lehet, ami ugye annyira a mindennapok része, vagy mással is megtörténik, de valamiért bennünket komolyan eltalál, és valahogy lebeszéljük magunkat arról, hogy ennek a jelentőségét így magunk számára értelmezzük. De hát ez, most próbálnék erre valamilyen példát mondani, de mondjuk kapcsolódhat akár egy veszteséghez, halálesethez, egy közeli hozzátartozónak a halála, és nem biztos, hogy önmagában az ő halála az a traumatikus, bár nyilván egy gyászreakciót vált ki, és mondjuk meggyászoljuk meg egy fájdalmas az illető elvesztése, az még nem feltétlenül lesz traumatikus, de mondjuk az lehet traumatikus, hogy annak mik a körülményei, vagy milyen módon értesülünk róla, akár egy mondjuk ehhez hasonló, egy súlyos betegség diagnózisát nem megfelelő körülmények között megtudni is lehet traumatikus valaki számára, vagy lehet traumatikus valami olyan közeli kapcsolatban zajló történés, ami és főleg ilyesmi, tehát amikor egy kapcsolatban a másik közel van, és szeretet van, és mondjuk az a kapcsolat arról is kellene, hogy szóljon, hogy a másik óv, vagy véd, vagy szeret, és hogyha ez az ember követel valami olyat velünk szembe, ami egyszerűen nem illik össze ezzel, hogy óv, véd, szeret, mondjuk akár egy valaki megüt, aki egyébként nagyon közel áll hozzám. Ugye az mindjárt minősíti ezt a dolgot, hogy milyen közeli kapcsolatban vagyunk. Ha ez egy, nem tudom, kocsmai szituációban van, hogy számomra tök idegen valaki lép oda hozzám, és kötekszik, és vagy ilyen helyzetben ér mondjuk valamilyen bántás, az lehet, hogy ez is lehet traumatizáló valakinek, de az mondjuk lehet, hogy kevésbé traumatizáló, hogyha a bántás egy olyan embertől jön, akit egyébként nagyon szeretek, és nagyon közel áll hozzám. És ez pont attól válik traumává, hogy visszaélés történik a kapcsolattal. Uh-huh. Hogy a közelség az abban ér valami bántalom. Uh-huh. Ez nekem nagyon megerősíti azt is, amiről a beszélgetés elején volt szó. Méghozzá az, hogy nagyon eltérő lehet, hogy mik ezek a körülmények, amiben, tehát hogy például a megküzdésünk nem feltétlenül aktiválódik egy biztonságos helyzetben. Ellentétben egy kocsmai verekedésnél, ahol mondjuk lehet, hogy kevésbé voltál már alapból. Különösen akkor, hogyha ennek valamilyen történeti jelentősége is van számunkra, tehát hogyha korábban
ért már valamilyen közeli kapcsolaton belüli bántás, egy abúzus, ami aztán mondjuk nem volt felderítve, nem lett feldolgozva még, akkor a jelenben kerülhetünk olyan helyzetbe, ami mondjuk valamilyen aspektusában hasonlít az eredetire, és ezért aztán, mivel nem ismerjük fel, mert már az eredetit is úgy elfedtük magunk számára, akkor kerülhetünk hasonlóan kellemetlen helyzetbe, amiben így nem tudjuk magunkat megvédeni. Ugye ebben az a legrosszabb, szerintem egy traumatizáltságból, hogy ilyen védekezésképtelenné tesz. Mondok erre egy példát, mondjuk valakit bántalmaztak gyerekként, mondjuk verték, és felnőtt korában, azokban a helyzetekben, amikben őt valamilyen támadás éri, azokban nem tud fellépni és megvédeni magát megfelelő módon, mert nem alakult ki nála, hiszen amikor őt ezt az eredeti szituációban ezt átélte, akkor nem is volt lehetősége megvédenie magát, hiszen egy felnőttel szemben egy gyerek kiszolgáltatott és védtelen. És ettől aztán nem ismeri föl mondjuk valaki később felnőttként, hogy ott már felnőtt-felnőtt helyzetben ő nem feltétlenül kell, hogy kiszolgáltatott és védtelen legyen, de az ő reakciójában az a megszokás, hogy kiszolgáltatott és védtelen és tehetetlen. De ez nem szabályszerű, szóval azért ezt fontos mondani, hogy ez nem nincs erre egy ilyen szabály, ez abszolút valakinek a személyes történetén keresztül megérthető, hogy egy-egy helyzetben miért olyan reakciót ad, amilyet ad. Vannak nagy általánosságok, vannak irányvonalak, de az, hogy neki miért az a nehéz, és a másiknak ugyanaz miért nem nehéz, az már csak abból azt már csak az alapján tudjuk megérteni, hogy ő vele beszélgetünk, és kiderítjük, hogy épül föl az ő belső világa, a gondolatai, az érzései, a tapasztalatai, az ezekhez kapcsolódó jelentőségek, hogy jelentések, és hogy minek tulajdonít jelentőséget. Tehát ez a személyes történet és az egyéni sajátosságoknak a kontextusában értelmezhető. Segíts nekünk abban is, hogy mit jelent tulajdonképpen a pszichoterápia. Egy csomószor említettük, hogy terápiába menni, meg egy terápiás helyzetben ez kibomlik, vagy így tudunk dolgozni. Hogy mi a pszichoterápia tulajdonképpen? Hát pszichoterápiába akkor mennek általában az emberek, vagy akkor van rá szükség, ha valamilyen változást szeretnének elérni, így most nagyon egyszerűen. A pszichoterápia az egy ilyen hosszabb folyamatot jelöl, rendszeres alkalmakból álló, hát és gyógyító folyamatnak mondanám, de nem feltétlenül azért gyógyító, mert egy betegség áll a hátterében, azért ez fontos szerintem, hanem én inkább úgy gondolnék rá, hogy így sérülés áll mondjuk a hátterében. Sérüléseket pedig az életünk során mindannyian összeszedünk. Szóval úgy nem lehet felnőni, hogy nem ütötted be a térdedet, úgy nem lehet felnőni, hogy nem törték össze a szívedet. Ezek olyan mindennapi események is lehetnek, amikre lehet, hogy mondjuk valaki legyint egyet, hogy jó, de hát ez mindenkivel előfordul, persze mindenkivel előfordul, de mindenki életében más ennek a jelentősége. Szóval a pszichoterápia az arra is szolgálhat, hogy az ebből fakadó sérüléseinket begyógyítsuk, megértsük, meglássuk, megnézzük, arra is szolgálhat, hogy ha különböző életeseményeinkből, meg tapasztalatainkból fakadóan valamilyen elakadásaink vannak, valami nem megy, vagy belefutunk újra meg újra ugyanabba a nehézségbe, különböző kapcsolatokban, különböző élethelyzetekben, akkor abban is segíthet, hogy azt megértsük annak a mélyebb összefüggéseit, vagy arra valamilyen viselkedés változással
azt kialakítva reagáljunk. Tehát a pszichoterápia az tulajdonképpen egy elköteleződést igénylő, kapcsolatban zajló gyógyító folyamat, és ez fontos is szerintem a kapcsolatban zajló, mert általában kapcsolatban szedünk össze sérüléseket, fájdalmakat, kapcsolatokban élünk meg kapcsolatokba ágyazva élünk a mindennapokban, társas lényként, közösségek részeként, és így aztán a pszichoterápia az attól zseniális, hogy ez egy kapcsolatban tanít meg másként viselkedni, egy kapcsolatban tanít meg érteni a saját reakcióinkat, és közösen gondolkodni róla, és hát így egy kapcsolaton keresztül tudunk gyógyulni, változni. Én is hadd meséljek neked valamit, hogy a Corvinus Egyetemen van minden akadémiai évben a hallgatóknak díjmentesen elérhető 6 alkalmas tanácsadás folyamat, ami nem feleltethető meg a pszichoterápiának, ez gyakori kérdés. Viszont annak lehet egy előszobája, egy szocializációs folyamat, egy információkeresés, a kérdésem megfogalmazása, amivel megyek a pszichoterápiába. Úgyhogy ilyen formában egyébként teljesen elérhető az, hogy bevezetés történhessen abba, ami az önmagammal való munkáról szól, meg ebben a kapcsolatban való fejlődésről, csak úgy így kapcsolódik össze a mi munkánk. Igen, tehát ott talán megtapasztalhatják azon keresztül, hogy milyen is egy szakemberrel saját magáról beszélgetni valakinek. Szóval én ezt értem, hogy ez miért igényel nagy bátorságot, mert ez egy szokatlan helyzet, és egy nagyon új helyzet tud lenni, mert milyen más kapcsolatban fordul az elő olyan gyakran, vagy olyan célzottan, fókuszáltan, hogy önmagamról valakivel beszélgetek, és nem csak egy ilyen felszínes módon, hanem ilyen mély összefüggéseket keresve, vagy a viselkedésem, a gondolataim összefüggéseit megérteni próbálva. Persze baráti kapcsolatokban is lehet nagyon sokat gyógyulni, meg az emberi kapcsolatokban úgy, a megfelelő emberi kapcsolatokban általában azért lehet gyógyulni egymásnak, adni egymást, építeni, viszont egészen más az, amikor azért ül ott veled szemben egy szakember, hogy teljes mértékben rólad gondolkodjon, teljesen független módon, mert azért abban más, és szerintem a baráti kapcsolatokhoz képest elsősorban, hogy nem vagytok barátok. És lehet barátságos a hangulat a pszichológussal, van, aki tegeződik, van, aki magázódik, szerintem egyébként ettől független az, hogy mennyire lesz barátságos vagy bensőséges a hangulat, de nem vagytok barátok. Nem tartoztok egymásnak olyan módon, mint ahogy mondjuk a barátaiddal tartoztok egymásnak, választottan tartoztok egymásnak, mondjuk figyelemmel, segítséggel. A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói támogatása ingyenes egyéni tanácsadási lehetőséget biztosít szakképzett pszichológusokkal az egyetem hallgatói számára. A tanácsadások olykor hidat képeznek egy hosszabb önismereti munka és az aktuális probléma között. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, mentünk a mélyére, beszéltünk általánosságokról, specifikumokról is, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltál. Én is köszönöm szépen, nagyon örültem. A Corvinus hallgatói támogatás szakembereit a studentsupport@unicorvinus.hu e-mail címen érhetitek el. További információkért keressétek honlapunkat, és kövessetek minket a Facebookon.